Kedves nézőink, ismét sokan összegyűltek az Agorán, hogy együtt szilveszterezzenek. Most erről az utcabárról láthatnak egy összeállítást. Fel a szűnyeget, még ma ilyen, csavar fel a szűnyeget. A bútorok egy úr sokot szert a széjjel, ne félj, baj nem lehet. Most már a lámpány kis fel a zongorát, az elszólja, szálljon az én át. Köpest el a rendet, megtörünk a csendet. Csavar fel a szűnyeget, basszak már a város a lámpák ébren. Sem van az utcán el, a kicsiba is megszűnt, a villamos a csenget, az én a hangokat el. Egy akkordi, vele van a videgrán! Az ajtó visszhangzik már a lépcsőn át, nem törődünk vele, kenyem meg. Az Ajkai Szabadtéri Szilveszteren a Madarak utca zenekar, vagy házi buli zenekar zenél évek óta. Örömmel jöttök, vagy azért jöttök, mert egyszerűen ide húz a szívetek? Jánon, ne te válaszolj! Én örömmel jöttem, és autóval. Nem, szeretünk nagyon ide járni egyébként, tényleg. És most is nagyon jó közönség van, még szerintem lesznek sokkal többen, úgyhogy szívesen jövünk ide, de nagyon hideg van most. Most mondjátok el, mit csinálna a zenekar, hogyha nem itt lennétek Ajkán. Én Ajkára jönnék zenélni. Akkor utcabáló lennék. Utcabáló lennék. Volt már olyan szilveszter, amikor a házi buli zenekar nem zenekarként működött, hanem simán hétköznapi egyszerű emberekként otthon partiztatok? Persze, 10 éves koromban már volt még ilyen az aztán. A következő néhány órában, ugye hajnali 3-ig azért még elég sok idő van hátra, milyen zenéket hallhat tőletek a közönség? Gondolom, hogy az igazi táncolható zenéket. Igen, eddig ami volt, ezt el kell majd felejteni. Persze, és csak rumba, csacsacsa, tangó, szamba, ja. Nem, amit mindenki tud táncolni, tehát ilyen közérthető slágerek lesznek. Közérthetetlen előadásban. Jó ötlet a szabadtéri szilveszter? Ez nekünk nagyon jó. Én megmondom őszintén, én Bécsbe jöttem ide a rokonokhoz, és kibaszottul jól érzem magam. És a hideg? Én nincs hideg. Én nem érzem a hideget. Akkor ez szuper ez a buli, ugye? Nekem nagyon jó. Életemben először érzem nagyon jól magam. Mindenki zajra felébredek. Azt hiszem, megjött még! Jó reggelt, ajkaiak! Hölgyeim és uraim, boldog új évet kívánok mindenkinek! Tisztelt barátaim, 7. alkalommal, hogy itt az Agorán a város szervezésében szabadtéri újévi ünnepséget szervezünk, a Madarak házi buli zenekarral, és fagyállóak ezek a madarak, mert ebben a nagy hidegben is nagyon jó muzsikálnak, és nagyon sokan kijöttünk a térre. Azt gondolom, hogy Ajkának ez egy közösségi ünnepe lett. Már kezdődött délután a szilveszteri futással, több száz ember futott a megye legnagyobb szilveszteri futása. És a program következik azzal, hogy egy csodálatos 20 perces tűzijáték lesz, majd a 2013-as X-faktor legszebb hölgye és győztese Danis Dóra következik 40 percben. De azért még hadd mondjak 5 gondolatot erről az évről, sokat nem beszélek. Ajkának 2014 az összefogás éve volt, 55 éves volt a városunk, a település részek pedig 800 évesek. Ez a 800 éves település 9 területen hatalmas összefogással nagyon nagyot alkotott. Én azt gondolom, hogy nagyon jót tett Ajkának ez a közösségi összejövetel, és az összefogás nem csak az emberek között volt, hanem a vállalkozások között is, hiszen az ajkai vállalkozások az elmúlt évben sok 100 millió forintot fordítottak a város oktatási, kulturális és sportéletére. Így lehet, hogy jövő évben új fedett uszodát kap a városi vízilabda, úszósport és az ajkai emberek. Új kézilabda csarnok épül,
a sportcsarnok megújul, új jégpálya épül Ajkára, és reméljük, hogy elkészül a Pók az ajkai fiatalok szórakozó és kulturális helyen. Valamint nagy lehetőségünk van arra, hogy azok a fiatalok, akik tovább akarnak tanulni, duális felsőoktatási képzés lesz Ajkán is. Kedves barátaim, mindezt a munkát az Európa Unió azzal jutalmazta, hogy becsületplakettet kapott a város, úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy dolgozzunk együtt azért, hogy Ajkán jó legyen a gyereknek, a fiatalnak, a felnőttnek és a nyugdíjasoknak. Boldog új élet, érezzétek jól magatokat! Melyek azok a legfontosabb események 2014-ben, amire szívesen emlékszel vissza egy ilyen szilveszteri fellépés előtt? Fú, hát rengeteg ilyen élményem van, azt hiszem a 2014-es évből, ugye éppen 13 év végén nyertem meg az X-faktort, és hát az egész évem eszméletlenül mozgalmas volt, és rengeteget jártam az országban, mindenfelé, és csodálatos élményekben volt részem. Ez így az egész, így szerintem így egy nagy élmény, én valahogy így érzem magamban. Ezen felül, ami még így eszembe jut egyébként, ez egy baráti nyaralás volt nyáron, annyira kellemes volt, igaz, hogy csak egy 4-5 napra sikerült elszabadulnom a munka miatt, de az azt hiszem, hogy ez nagyon kellett nekem, az a kis pihenés. Meg most a karácsony, az is nagyon jó volt, anyukámmal voltam szenteste, és annyira kis meghitka hangulat volt, jól éreztem magam nagyon. Az ajkai közönség nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy figyelemmel kísérte a te pályafutásodat, illetve örülnek neki, hogy most itt üdvözölhetnek téged Ajkán. A 2015-ös évben mik a terved, mire készülsz, mi az, ami úgy gondolod, hogy még várat magára, és mindenképpen meg akarod valósítani? Hát az egyik terv az most lesz februárban, ugyanis annyira mozgalmas volt a 2014-es év, hogy nem volt időm a nyereményutamra, úgyhogy anyukámmal megyek Mexikóba februárba, az lesz az első ilyen nagyobb volumenű dolog, valamint hát tavaszra szeretném, hogyha megjelenne az első lemezem, amin azért még most nagyon sokat kell dolgozni, és nagyon bele kell húznom, hogy ez össze is jöjjön, remélem, hogy sikerül, és remélem, hogy az ajkai közönség is ezt kívánja nekem. Úgyhogy ez a két dolog, ami ilyen, nem is tudok így egész évre tervezni, de így fél évre körülbelül ez a két dolog van, ami ilyen egy nyaralás, meg egy album, egy kis pihenés, meg egy kis munka. Melyek azok a dalok, amelyeket ma este hallhat tőled a közönség, és melyek ezek közül a kedvenceid? Hát azért hoztam egy szilveszteri dalt is az ajkai közönségnek, a Különös Szilveszter című dalt. Ezen felül pedig olyan dalokat hallhatnak tőlem javarészt, amit az X-faktorban énekeltem, és ebből a kedvencem, hát azt hiszem Tina Turner Proud Mary-je, azt a dalt Krasznai Tündivel énekeltem egyébként duettben, de nagyon-nagyon szeretem azt a dalt énekelni. Mit csinálsz, amikor nem énekelsz? Mi az a kedvenc időtöltésed, amivel szívesen töltöd azt a kevéske kis szabad idődet, ami van? Nagyon érdekes, nagyon sokszor akkor is énekelek, annyira szeretek, tényleg még otthon is, tehát én tényleg folyamatosan dúdolok, vagy énekelek, de ami nekem nagyon jó időtöltés, az a barátaimmal együtt lenni, vagy a családommal együtt lenni, elmenni szórakozni, elmenni vacsorázni, elmenni színházba vagy moziba, nagyon-nagyon szeretek ilyen kis kulturális eseményekre járni, úgyhogy amikor tehetem, akkor ezt a barátaimmal próbálom megtenni. Most kívánhatnál egyet, és mi teljesíthetnénk, mi lenne az a kívánság? Az lenne a kívánságom, hogy hadd menjek el síelni. És ne törd össze magad. Jó, sok sikert kívánunk neked, és köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nagy kicsit hadd lássam azokat a kezeket! An old bad girl, an old bad girl.